Professzor Paprika. És a bonyolult dolgok. Szórakoztató társadalomtudomány Paprika Kingával és brit tudósokkal. És K. Horváth Zsoltal, az Elte Média Tanszék, társadalom ezt lehet rád mondani, egy társadalom történészével. Mm -hmm. Zsolt, és üdvözöljük a hallgatókat. Én is üdvözlöm a hallgatókat, szia. Akivel a Csikágóról fogunk beszélgetni. Mert mint, hogy a Csikágóról, nem az amerikai városról, hanem hanem a Budapest 7. kerületében, a külső Elzsébet városban található városrészről, amit nagyjából úgy lehetne, vagy még ennél egy picit pontosabban leírni, hogy a mai Tököli út, Rottenbiller utca, Damjanics utca és Dózsa György út által határolt részeket hívják jóformán építése óta Csikágónak. És méghozzá nem akárhogyan jutottunk el ide, majd elmeséljük azt is, hogy mit lehet tudni erről az elnevezésről, vagy ennek a legendáriumáról, bár az is lehet, hogy a klubrádió hallgatói mind sokkal kiterjedtebb tudással rendelkeznek nálunknál, és szeretnének kioktatni minket, ezt megtehetik természetesen mondjuk a rádióba küldött levélben. Nagyon szeretem ezeket a fejmosásokat, még ha nem is mindig reagálok rájuk, de Zsolt nem csak úgy elkezdett a Csikágóval foglalkozni, hanem már hosszú ideje készülőben van, és remélhetőleg még idén megjelenik a könyve Mérei Ferencről, egy igen komoly nagy monográfiáról beszélünk, legalábbis én ilyen sok-sok papírlapot látok magam előtt, hogy így megjelenjen, vagy így ezt várom, és ennek során botlottál bele abba, hogy Csikágú nem egy elhanyagolható szocializációs tényező, Mérei Ferenc a honi gyermekpszichológia hú meg életében. Nem esélj erről. Igen, tehát hogy a, hogy alapvetően mondjuk, tehát mondjuk a, a Chicago az mondjuk egy város történészek lenne igazából a terepe, én nem vagyok város történész, vagy inkább csak ilyen amatőr, szóval nagyon érdekel, de valójában nem ezzel foglalkozom professzionálisan, hanem tényleg úgy találtam a témát, hogy elkezdtem írni, mert most már jó pár évvel ezelőtt elkezdtem kutatni, illetve írni a Mérei Ferencről szóló életrajzot, és, és akkor az ember úgy végignéz természetesen egy sor életrajzot, hogy nagyjából olyan szokták felépíteni, mindegy, ezzel most nem mutatnám a hallgatókat, de mondjuk, hogy nagyon rövid de akkor úgy lehetne összefoglalni, hogy, hogy igazából az a gyerekkor az mindig kimarad. Mert a gyerekkorról általában nagyon keveset tudunk, ugye még nincs egy ilyen kilakult személyiség, tehát nem szabad ilyen determ, hogy akkor a meghatározta volna, amit tudom én, a, tehát egy ilyen pszichoanalitikus, mondjuk az anyához való, vagy az apához való kapcsolat, már úgy értem, hogy egy, egy tényezős dologként meghatározta volna, hanem inkább arról van szó, hogy, hogy ezek ilyen nagyon bizonytalanok, és mi nagyon bizonytalanok, és a történszi munkának inkább egy olyan része felé mennem mondjuk el egy ilyen típusú kutatás, ami tehát mondjuk egy a vagy egy ilyen pszichológiai jellegű értelmezés, ami általában nem szokott erőssége lenni a történészeknek, ezért ezt nagyon sokszor kihagyják. Ö, és én is gondolkoztam ezen, de, de túl nagy volt a csábítás, és azért is volt nagy ez a csábítás, mert hogy csak tényleg egy gyermekpszichológussal beszélünk, vagy legalábbis nagyon sok, sok, a pszichológia több irányzatával foglalkozott, ugye a mérei, meg a neveléstudományjal is, de mondjuk amivel kezdett, és amiről szerintem még mind a mai napig a legtöbben ismerik, mégis csak a gyermekpszichológia. És akkor az ember megnéz interjúkat, amiket vele készítettek, mondjuk már inkább idősebb korában, akkor van is, ahol Expressis Verbis azt mondja, hogy nem szeret a gyerekkoráról beszélni, és hogyha az ember szeret interjúkat elemezni, akkor tudja, hogy ott van valami eltemetve, ahol amiről nem szeretnek az emberek beszélni, szóval az interjúban fontosabb az, amiről hallgatnak, mint amiről beszélnek sokszor. És akkor elkezdett ez nagyon intenzíven érdekelni, hogy miért, besz miért hallgat erről ilyen, ilyen plastikusan, vagy hogy is mondjam, ilyen beszédesen. És, és akkor elkezdtem utána nézni, hogy azt mondjuk tudtuk az anyakönyvben, hogy hol született, a tököli út 36-ban, ha valaki elsőt áll, ma is egy Csömöri útnak hívták akkor, de aztán Tököli út gyorsan átkeresztelték, 36 szám alatt egy nem túl fényes, hát tulajdonképpen egy bérka szárnyában, és elkezdett izgatni tulajdonképpen, hogy egyrészt, hogy hogy került ide a család, másrészről az, hogy az életrajzban ennek milyen szerepe van, tehát akár a Tököli útnak, akár a Tököli út környékének, tehát hogy a keleti pályaudvar, a Dózsa-György út, akkor Aréna út sarka, ugye ott van a, a ami akkor nem egészen tehát akkor ki, tehát kintebb tartott, illetve ott volt egy fás körnevezetű hely, aminek ma már csak a hűlt helyét láthatjuk, és mindig elkezdett érdekelni ez a, ez a történet. Na Minden mindegy, nagyon sok szálon el lehetne indulni, az egyik, az egyik az mondjuk lenne egy ilyen, és akkor ezt inkább csak röviden mondom el, mert ez, ez csak úgy mellékszálon kapcsoljuk magához a Csikágóhoz, tehát hogy a, a, család maga honnan jött, már mint a mérei család, és akkor itt meg lehet találni így a, a részben egyébként a, tehát a budapesti cím és lakjegyzék, ez bármilyen unalmas forrásnak tűnik, ez nagyon jól hasznosítható, ugyanis a, a családnak mindenféle ága ágaboga megtalálható benne, illetve láthatjuk a címeket is, illetve láthatjuk azt is, hogy melyik évben hova költöztek át. És akkor látható volt, hogy ott az almási tél, tehát nagyjából itt laktak a, a hetedik kerületnek ezen a részén, néha egy picit beljebb, néha kintebb, az István utca, az almási utca, stb. Tehát más utcákban lakott a egy családnak mindenféle ágaboga, Esztergomból költöztek csak egyébként be és és a lényege az volt, hogy, hogy egyrészt miért ide, másrészt, hogy ez mondjuk ez egy tipikusnak tekinthető, vagy egy egészen különleges családi stratégia, hogy mondjuk beköltöznek a hetedik kerületbe, vagy Esztergomból miért költöztek egyáltalán ide, akkor láthatjuk azt, hogy meddig lakott együtt a család, tehát például a, a ugye nagyon magasak voltak egyébként ebben az időszakban a, a lakbérek Budapesten, és a nagy a kereslet, és viszonylag szűkös volt a kínálat, tehát akkor mennek fel a, a lakbérek, ezért addig, amíg ugye nem házasodott ki, egy-egy gyermek a családból, addig próbáltak együtt tartani a családot, hogy minimalizálják a, a költségeket. Csak ezeket így lehet nagyon szépen látni, hogy hogyan megházasodnak valaki, szétköltözik. És amikor a Mérei Ferencnek az édesapja, Mérei Gáspár Géza megházasodott, és feleségül vettek Klein Valériát, akkor költöztek igazából, tehát a költöztek összeértve költözött el a, a, családtól a Mérei Géza, aki fényképész volt egyébként, és egy fényképész üzletet nyitott, egy picit feljebb, amit akkor Garai Bazárnak hívtak, ott volt egy fényképész üzletük, és, és az alapításkor egyébként nem is akárki volt az ő csendes társa, hanem Erdély Mór, akit mondjuk így a fotográfia történetből ismeretünk, de mielőtt énkor felcs persze, ezeket az autókat megtalálom, hogy felcsillan a szem, hogy most egy nagyon érdekes fényképész sorsra fog lenni, de Erdély Mór azt hiszem egy éven belül kilépett a vállalkozásból, úgyhogy nagyon sokat nem tett hozzá, illetve Mérei Géza, illetve Klein nem voltak olyan nagyon különleges fotográfusok, szóval nem lehet egy lapon említeni ilyen szempontból őt, őt, őket, mondjuk Erdély -móra, hanem, hanem az, amit a korszakban egy én is úgy szerepez, úgynevezett enyves hátúak, tehát ez a legegyszerűbb ilyen igazolványkép, mit tudom én, hát persze családi képek, gyerekekről képek, házaspárokról képek, stb., de hogy ez nagyjából egy ilyen, egy ilyen ipari jellegű, én vagy egy kisipari, így van, is. egy alkalmazott egy kisipari keretek között üsz. Na mindegy, nem akarom nagyon részletesen uh, ezt ecsetelni. Uh, Ecseteljön még részletesebben? Uh, na mindegy, a lényeg az volt, hogy, uh, hogy 1909. november 24-én, ugye ide született már meg... Uh, Mérei Ferenc, tehát ez volt a, a, hogy is mondjam, az, ez, a, ez a szintér, az elsődleges szocializáció, az, azért ez fontos egyébként, itt nagyon kötődött egyébként a, a nagypapájához, a interjúkban nagyon sok minden kijön, ez az egész ilyen könyvhöz való viszony, meg a könyvek szeretete, nem tudom, az elsősorban inkább, a, tehát a szülők inkább dolgoztak, és ezt inkább a nagypapa volt az, aki ezt a könyv szeretetet beléültette, és, és aztán az igazi fordulat az az, hogy, hogy, a Mérei Géza meghal elég fiatal, tehát ő is fiatal volt, illetve a Mérei Ferenc a fia még egészen pici gyermek volt, ugye van egy bátyja egyébként Mérei Ferenc, Mérei Endrének hívnak, és ezeket az 14-ben, tehát Mérei Ferenc akkor 5 éves meghal, elég váratlanul, és akkor tehát tulajdonképpen összeomlik nagyjából ez az üzlet is, az özvegy próbálja ugye fenntartani ezt a ezt az üzletet, de nagyon nehezen megy. éppen megnéztem az iskolai anyakönyveket, és az iskolai anyakönyvekben látható az, hogy bevezetik azt, hogy ki a, a család eltartója, tehát onnan is lehet tudni ezt, illetve az, hogy hogy amikor már középiskolába jár, akkor a tandínál ugye benne van az, hogy egy ilyen szociális alapon próbál uh, uh, tandímentességet vagy tandícsökkentést csökkentést kérni, hogy egyedül neveli, vagy amikor aztán később férhez ment, akkor ugye az eltartó neve megint a férfi lesz érdekes módon, és akkor látható az, hogy uh, ha nem is nézünk utána, hogy pontosan ki kell házasodott össze, de látható az, hogy, uh, hogy milyen most idézőbb, hogy milyen mostoha apok, apák voltak ugye ebben a történetben. Um, és, és akkor tulajdonképpen ez elkezdett nagyon izgalmas lenni ez, a, ez, az egész ilyen kutakodás, de nem lehetett tudni, és tulajdonképpen emlékszem rá, hogy annak idején, amikor ezekről konzultáltam, akkor meg is kérdezték egy páran, hogy, hogy nézzem meg, hogy biztos, hogy volt-e érettségi, je, ami egyáltalán nem lett volna egyébként nagyon meglepő, hogy valaki nem fejezi be mondjuk a középiskoláit. Ö, megnéztem, de hát igazából tehát meg lehetett találni, de nagyon elég bonyolult volt a, a most már nem hiszem, pontosan a nyomokra, bevallom de a lényeg az volt, hogy a, az érdekelt még, hogy miért a, az ötvös főreában kezdte el a középiskolai tanulmányait. Itt esetleg annyit érdemes elmondani a hallgatóknak, hogy ugye 4 plusz 8-as rendszer volt, tehát a hat elemi volt az elemi iskola, tehát hatosztályos volt az elemi iskola, és aki a tizedik életében, tehát a negyedik elemi elvégzése után szeretett volna tovább tanulni, annak tehát a negyedikben, a tizedik életében volt a váltás, és ezért ugye tíz éves korában kellett váltani, és akkor így került a, az ötvös főreába. És akkor itt járt végül is négy osztályt, aztán ugye eltűnik, és akkor az ember úgy kezdett izzadni, hogy akkor most hogyan fogja megtalálni az érettségű bizonyítványát, és tényleg nem emlékszem már, hogy hogy találtam meg, de aztán tulajdonképpen a, a következő négy évet három iskolában sikerült eltölteni, és végül is szerzett egyébként egy felsőkereskedelmi iskolába szerzett először érettséget, aztán utána egy ilyen kiegészítő érettséget egy gimnáziumban, aminek annyi volt a értelme, hogy a gimnáziumi érettségével lehetett a törvény értelmében felsőfokú, tehát egyetemre jelentkezni. De mindegy, ezt nem folytatom, ez De meg kicsit messzire visz, tiszt. meg ki is vesz, ki is visz Budapestről. És miért pont az ötösbe került? A, hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Itt tulajdonképpen az izgatott, és itt megint a, a fontos szerintem a, a, városi térnek a problémája, hogy ha ma is mondjuk egy hallgató bele magát abba a helyzetbe, hogy bármelyik pontján lakik, adott pontján lakik a városnak, és hogy a gyerekét hova szeretné beíratni. Akár általános iskolába, de középiskolába is. És akkor nyilván nem lényegtelen szempont a, mondjuk az iskola minősége, az iskola profilja, a tanárok színvonal az iskola hírneve, de nem utolsó szempont szerintem, hogy milyen közel vagy milyen távol van. Főleg egy olyan világban, ahol mondjuk az autó, az autó közlekedés egyáltalán nem olyan evidens, mint mondjuk ma, bár mondjuk így a dugó miatt van sem annyira evidens, de ez most mellékes kérdés. Nem mondom, hogy a Damianics utcában nem olyan evidens. Igen, igen. És, és azt láthatjuk, hogy ha mondjuk ráteszi az ember egy térképre azt, hogy ők hol laktak, és a közelben milyen iskola típusok vagy iskolák voltak, akkor láthatja hogy az ötös főrágy viszonylag távoli választás. Nincs őrült messze, de mondjuk, de mondjuk azért néhány kilométer és mondom, jóval közelebb is vannak iskolák, és itt nagyjából azt lehet sejteni, hogy, és mondom, erre nincsenek persze ilyen, ilyen a direkt források, tehát inkább az ember ezt megpróbál végtotózni, vagy egy ilyen iskolázási, vagy iskoláztatási piac, és hogy miért azt az iskolát választják, ami viszonylag messze esik. Az ötvös főrel egyrészt egy nagyon híres középiskola volt, másrésztről a Mérei Ferenc gyámja, tehát az édesapja helyett a, gyámnak, itt kineveztek, ő egy viszonylag ismert vállalkozó volt, akinek a Marx és Mérei gyár volt a, a, a abban volt tulajdon részes, és ez egy részvénytársaság volt, és valószínűleg azért választották ezt a középiskolást az édesanyjával, mert hogy az egy ilyen reál, tehát egy gyakorlatorientált, reál tudományokra specializált képzést ad. És, és a másik pedig benne van szerintem a családnak egyfajta ilyen asszimilációs stratégiája is tehát sokkal közelebb volt mondjuk a Tököli úthoz például a zsidó gimnázium de mint lehetséges opció tudom, hogy soha fel nem merült ez tehát a, a, a sokkal inkább ez a, ez a fajta, hogy is mondjam, ilyen praktikum, tehát az, hogy a, a reáltárgyakon, illetve a a hogy a gyakorlatorientált képzésen keresztül, aztán később valahogyan beleilleszkedjen mondjuk a felnőtt korában a, a munkaerőpiachoz igazodjon, illetve szóval, a mi valami praktikus szakmával lépjen majd be. Hát meg ugye ez még mindig egy robbanásszerű növekedésnek az időszaka Budapesten, ugyan már nem annyira, például ugye a Chicago létrejötte, és ennek egy ilyen fontos és nagy etapja, amikor egyébként, ezt ez, ez most, most is látjuk, hogy tulajdonképpen a középfokú oktatás az mostanra talán már bizonyos emberek fejében kikerült a fiam legyen egy szakmát gyorsan minél előbb kategóriából, de ez még most is benne van, sőt, hát ugye látjuk, hogy mondjuk a mostani kormány az még mindig ebben gondolkodik, hogy szakmát kell adni az emberek kezébe, viszont hát valószínű, hogy hogy amikor Mérei Ferencnek középiskolát kerestek, akkor nem azon gondolkodtak, hogy ennek a gyereknek mihez van affinitása, lelki húzása, hanem hogy mondjuk mivel lehet mondjuk például a, a, családi vagy a családhoz közeli vállalkozásban beadni őt munkába, vagy valami hasonlóhoz. Na de akkor beszéljünk egy kicsit a Csikágóról magáról, illetve nem is, nem is feltétlenül annyira a csikegóról, hanem arról, amit összeírtak róla emberek, és amikre emlékeznek. Mert hogy ilyen értelemben ugye ez nem város történeti írás, amely a Városi Táj és Képzelet című cikked, vagy tanulmány részleted, amit meg lehet találni az Akadémia Edun és belinkeljük a műsor blogjára a professzorpaprika.tumblr.com-ra is, olvassák el bátran, hanem ez tulajdonképpen egyfajta ilyen emlékezett történeti számvetés, tehát azzal foglalkozó, hogy ki mire emlékszik, vagy ki mit említ meg a Csikágóval kapcsolatban. Azt például sokan megemlítik, hogy ez egy írtózatosan gyorsan létrejött városrész. Mesélj erről. Ugye ez, ez, hogy, hogy kinőtt a földből egyesek szerint két év alatt igen, uh, tehát hogy uh, azért a két szállat, tehát annyit érdemes azért megjegyezni, hogy, uh, hogy azért ez nem csak egy ilyen külsődleges adat, hogy a mére ott született, hanem, uh, hanem a börtönben írt, tehát jóval később, ugye 1959 és 63 között Mérei Ferencet a 56-os forradalomban való részvétel, főleg az utóvét harcokban való részvételért börtönbüntetésre ítélték, és a börtönben egy ilyen önterápiás célra elkezdett egy naplót írni, és ennek a, a naplónak a harmadik kötete az implikált tudás az államban című részben tulajdonképpen egy, ez egy olyan önalanizis, elemzés, amelyben a saját álmait kezdi el nagyon tudományosan rendszerezve feldolgozni. Mindegy, nem mondom végez egy hosszú és bonyolult történet, de, de annyiban izgalmas mégis, hogy amikor elkezdi a saját álmait, tehát az álmaiban feltűnő topográfiai helyeket és az álmaiban feltűnő személyeket elemezni, akkor saját maga számára is nagyon-nagyon meglepő lesz az, hogy a, a Chicago, bár nem használ egyébként ezt, a, inkább a gyermekkorom helyszíne, vagy valami ilyesmi kifejezés használ, nem emlékszem rá, hogy bármikor is nála találkoztam volna a Chicago kifejezéssel, Tököli út, vagy a, tehát így beszél nagyjából a, inkább a Tököli utat említi elsősorban, de hogy nagyon nagy hangsúlya, tehát számára is meglepő hangsúly jelenik meg a gyerekkora, és a gyerekkorában is elsősorban természetesen az édesanyja az nagyon fontos szereplő ebben, de valójában a helyeknek a szerepe az szinte még erősebb, mint a személyeké. És ez tényleg egy nagyon meglepő dolog volt, hogy hogy van az, hogy évtizedekkel később egy ilyen valóban ebben a határhelyzetben, tehát egy betegség után, börtönkörülmények között, prizanizálódva, amikor az ember elkezdi valahogy, elkezdi valahogy számot vetni az életével, akkor ennyire ö, fontos, vagy ennyire nagy szerepet kap tulajdonképpen. Egy egyfajta regresszió, hogy megpróbálsz valamiben kapaszkodni, de egy olyan dologba próbál megkapaszkodni, amiről az interjúkban nem szívesen beszél. Tehát az államban, tehát az államnak ebben a a munkájában nagyon érdekes módon szövődik be az a gyerekkor, amiről egy beszéd helyzetben, amikor racionálisan próbál meg az életéről számot, az életével számot vetni, vagy az életéről beszámolni, akkor nem szívesen beszél. Majd erről is beszél, hogy miért nem szívesen beszél róla. És akkor innen kezdett engem nagyon érdekelni az, mert ugye egy interjúban mondom, mindig az az érdekes, amiről nem beszél az illető. Viszont itt az államok azért a kirajzoltak egy másik képet. És akkor az ember így utána néz várostörténeti munkákba, hogy akkor ez pontosan hogy is volt. A Csikágó név az nagyon sokszor előkerül, így csével írva, kával, gével, hosszú óval, tehát teljesen magyaros átírásban, és velem, annak ellenére, hogy nagyon jó Budapest történetek vannak, nagyon jó város munkák vannak. Ez a, ez a, része, tehát az, az, ami tulajdonképpen egy kicsit a, a városnak a, a városi tér, mint egy ilyen képzeletbeli konstrukció, ezzel viszonylag kevesen foglalkoznak, és igazából, amikor megkérdeztem várostörténszeket, hogy nagyon jó, jó, de miért Chicago, akkor azon kívül, hogy mindenki tud legalább négy-öt ilyen különböző legendát, amiről majd biztos beszélni is fogunk, azon kívül nem, nagyon nem kaptam rá választ, hogy igazából miért. Hát azért az, mert az, és akkor nagyjából ezzel el volt intézve. Ez egy ilyen köz köztes tér tulajdonképpen, egy ilyen fura átmeneti hely, az Andrási út és környéke Városligeti Fasor villanegyedek között, és aztán a, a Rákóczi út túloldala tér között, amit mondjuk például a nagyon-nagyon részletesen, tulajdonképpen évtizedeken keresztül folytatólagosan megörökített. De most ilyesfajta munka a Csikágóval kapcsolatban, ami így történetiségében véggöngyölíteni, ilyen nem nagyon van, vagy én nem tájékozottam felőle. Hát nem igazán volt, igen, és akkor itt van egy nagyon Hasznos ilyen forrás, amiből érdemes elindulni, ez a, a gedényi zolnai féle ilyen fattyú szótár. És akkor ez összegyűjti tulajdonképpen azokat a várossal, nem csak a várossal, de mondjuk a mondjuk jelenesebben a városok kapcsolatos ilyen kifejezéseket, amelyek a korabeli sajtónyelvben, vagy a korabeli irodalomban, itt a ponyváltal mondjuk a magas irodalom nagyon sok helyen előfordul, és, és ami hát nagyon jó benne az, hogy megad szöveghelyeket. És akkor ezeket a szöveghelyeket az ember beül a könyvtárba, akkor viszonylag gyorsan ki lehet keresni, nincs olyan nagyon-nagyon sok, de azért nem is egy-kettő van, most nem emlékszem pontosan mennyit összegyen, 8-10 említés biztos, hogy előkerült. Itt mondom korabeli, tehát ha jól emlékszem, a legelső említés 19 az egyből van, és és a, ami az izgalmas ebben, hogy mondjuk maga a Csikágó, ami 1896 és 98 között valóban két év, nagyjából két év alatt épült fel, hogy gyakorlatilag a, a létrejötte vagy kialakulás pillanatától szinte megkapja ezt a nevet, tehát néhány éve, két-három éve később ugye már feltűnik egy megjelent munkában az, hogy Csikágónak hívják. Tehát itt azt lehet látni, hogy ez nem egy mondjuk egy administratív elnevezés, meg hát miért is nevezték volna el így, mondjuk. Tehát az önmagában egy picit különös, hogy a, egy másik városról, egy, egy például Budapestnél jóval nagyobb városról nevezik el a, a, a város egy kerületének egyetlen részletét, és akkor ez, ez a kérdés adott, hogy miért. És akkor az ember utána ezekben a forrásokban, hogyan jelenik meg regényekben, akkor különböző ilyen vendéglátóipari lapok valamiféle jubilaumi kötetében, de főleg a regényekben hogyan jelenik meg. És hát igazából nem kap rá választ, hanem, hanem vagy teljesen magától értetődően használják, ami arra utal, hogy a korabeli Budapesten mindenki tudta, hogy melyik a Chicago, vagy legalábbis azok elsősorban, akik ott laktak, tudták, hogy mi a Chicago, vagy ha valamilyen magyarázatot ad rá, akkor ugyanezeket a legendákat mondja, vagy sorolják fel, vagy számlálják elő. Mondjunk ezekből egy párat, hogy mi, miért szokták a Chicago. Mondjuk csak említsük meg, hogy ugye ez azért szokatlan, mert miközben szokott ennyire gyorsan létrejönni, akár komplet városrész, ha más nem, amiről most is mindenki tud, mondjuk a, az egykori, szocializmuskori lakótelepek, azokat mindig egy korábbi településről nevezték el, vagy volt valamiféle ilyen adminisztratív elnevezés, hogy gondoljanak mondjuk Békes megyere, vagy Káposztás megyere, amelyek kisebb települések voltak, amelyeket integráltak Budapesthez. És, és, egyébként a legutóbbi kori lakóparkok is, amiket ugye én menedzserponeleknek szoktam hívni, mert hogy tulajdonképpen ugyanaz csak kicsit színes, meg drágább, meg penészedik is ellentétben a szovjet típusú park ellen, aminek más baja van, azokat is elnevezték valamiről, ami korábban a helyén volt, ugye ezt sokat kritizáltak egyébként már mondjuk a 2000-es évek globalizáció kritikus mozgalmai, meg a zöldek, hogy mindig olyasmiről nevezték el, mondjuk Szilvás Parkról, amit tönkretettek, és ami helyére hmm. került. De a Csikágó az egy lápnak a helyére került, vagy hát egy ilyen korábban teljesen beépítetlen területen húzták fel írtózatosan gyorsan, ezt a területet nem sokkal korábban töltötték föl, egy ilyen kvázi ártér, hát ahhoz elég messze volt a Dunától, hogy ne legyen egy ilyen nagyon aktív ártér, de mondjuk egy ártérnek a valamennyire nedvesen maradt maradéka, ami az én szívemnek igen kedves, mint Nyíregyházen még bőven volt ilyen belső kis mocsaras csalítós a belterületen, a belvárosban, amikor én felnőttem, szóval az ismerős, amit azért töltöttek föl, hogy a Városliget úgy, úgy szólván beközlekedhető, vagy hozzáférhető legyen, és ezt később nagyon gyorsan beépítették, és bum, jött a Chicago név, és akkor mik erre a változatok? Van erre egy pár változat, hogy honnan kapta ezt a nevet? Igen, tehát a, az egyik változat, és talán ez tudjuk a legplauzibilisebbnek, a legelfogadhatóbbnak, hogy ezzel kezdem, hogy, hogyha mondjuk megnézzük a belső hetedik kerületet, akkor a belső hetedik kerület, hogy a Dohány utcától elindulunk, ugye ott van egy óriási nagy kanyar benne, és a, ezzel szemben ugye a, a Csikágo ez a rész, hogyha ránézünk felülről a térképre, akkor valóban látható az, hogy ha nem is négyzethálós szerkezetű, de mondjuk nincsen kanyar az utcákban, tehát egy viszonylag átlátható, nagyon szabályos. Szer, nagyon szabályos. szerkezetet ad ki, ami mondjuk a, akár a hatodik keret külső első képest is még szabályosabb. Tehát ez mondjuk lehetne egy magyarázat, csak hát ilyenkor az ember azért végig gondolja azt, hogy, hogy mennyiben nézték a saját városok a kortársak térképpel. Valószínűleg nem igazán. Tehát, hogy valahol lakók, amit pontosan ismerek, az összes sarkot és, mit tudom én, kis zöldségest és a péket, és nem tudom, akkor nem valószínű, hogy tanulmányozták felül a térképet. És magában áll? a városban közlekedve szerintem kevésbé jön ki az, hogy ez ennyire szabályos. Ha mondjuk a, a hatodik, mondjuk az a Bella utca környékén közlekedsz, akkor is szabályosnak érzed, hogyha megnézed térképen, akkor látod, hogy valójában mondjuk a Podmoricki utca sem teljesen merőleges például, tehát hogy vannak azért... Ezt írtad ebben a cikkben is, de nekem ez már akkor is nagyon megütötte a szememet, mert hogy nekem viszont vidékiként, aki az alföldi egyenes utcákhoz szokott, vagy legalábbis én azt ismerem, plusz hát máig nem fogom, soha nem fogom megbocsátani Budának, hogy ott van domborzat, ilyen érdemi domborzat. És mit nem, így fel kell mászni rá. Ö, nekem nagyon feltűnik, hogy egy utca egyenes vagy sem, hogy egy kereszteződés az, hogy, hogy sugárút szerkezete van, vagy ez a körcik szerkezete van, vagy görbül -e egy utca, és nem csak Itthon, úgy szólván Budapesten, ahol élek 15 éve, hanem bárhol, ahol járok. És valószínűleg egyszerűen csak azért, mert, mert úgy szocializálódtam, hogy ezekhez a egyenesebb, belátható butakhoz szoktam hozzá, ami egyébként lehet, hogy a, a nagyon gyors városodás révén frissen, Budapestre, nagyvárosba kerülő, amúgy nem ilyen környezetben szocializálódott embereknek ugyanígy szemet szúrt. Na, ez csak egy sejt, és semmi alapja nincs, és nem tudom megmérni. Igen, hát ezt nem fogjuk tudni ö, ö, cáfolni, illetve igazolni semmit. Szerintem a, de hát, mondjam, a, a külső része szintén viszonylag szabályos. De, hát de az én a... szerkezetű, tehát ott, ott, valamennyire széttartanak. Hát a egy picit széttartanak, igen, de hát nem tudom, akkor látom, hogy nekem nem jó a térérzékem, de én mondjuk ott sem, nem, tehát hiába megyek, én egyenesen megyek viszonylag, viszonylag néha azzal látható, hogy viszonylag jó a térérzékem, de mondjuk, ha ugyanezt a, azért, hogy az első, tehát ez, amit Budapest, az első párhuzamos utcán fordul jobbra vagy balra, és akkor mindig így közlekedünk, ezt mondjuk például Párizsban ugye nem lehetne megcsinálni, mert ott van egy ilyen láthatatlan kanyar a legtöbb városban, hogy totál máshol lukad ki az ember. Tehát ehhez képest mondom, a hatodik keret is viszonylag, viszonylag hát néz ki. De minden esetre tegyük fel, hogy mondjuk érzékelték a kortársak, akkor se adódik önmagát, hogy oké, okay, de miért pont Chicago lett? Tehát miért nem New Yorkról nevezték el? Mondjuk, a, no, tehát a, a, a út, mondjuk a Manhattan. Hát nem, mondjuk a Manhattannek a belső része, tehát a, a, ha nem is a, az ikertornyok és környéke, mert ott valóban vannak kanyarok, de mondjuk a, akár a Central Park környéke, az megint teljesen ilyen, tehát hogy elben arról is elnevezhették volna. Na, és és miért nem? És hát ezt nem Vagy tudjuk mikor, pontosan, mi mi? Okay, tehát nincsen, nincsen, nincsen teljesen jó tudományos magyarázat rá, hogy a másik ilyen elmélet az az volt, hogy a Ugye a ja, 19. század utolsó évtizedében volt egy nagyon jelentős kivándorlás az Egyesült Államokba, de hogyha mondjuk valaki fejülti Fejő a könyvét, ami a sikágoi magyarok két nemzedékével foglalkozik, akkor ott látható, hogy valóban voltak bizonyos visszatelepülések, de hát az nem jelenti az, hogy egy, oda települtek vissza, kettő, az, hogy a sikágai magyarok, az Budapestről nézve, ami koherens egésznek tűnik, de az ottaniak számára az egyáltalán nem volt egy homogén közeg. Tehát lehet, hogy innen úgy néz ki, hogy az egy közösség, de valójában az egy nagyon sok érdek Tényleg felekezetileg nagyon sok szempontból tagolt közösség volt, tehát egyáltalán nem kezelhetjük homogén egységnek. Mert most az is, amerikai csikákok, kitelepült magyarokra beszélünk, igen, igen, igen. akik nem feltétlenül. A Csikágóból költöztek ki Csikágóba, vagy vissza? Így van, pontosan. És, és tulajdonképpen szerintem, a, és akkor mindenki más, te is itt említettél egyet-kettőt, meg mondom szerintem a hallgatók is nyilván ismernek erről különböző ilyen történeteket, de hogy alapvetően a feltehetően mondom, az a, az, a, az a nyitja ennek, és ez a, a Város Történész Vöröskárói nevét már említettem a, az előbb, hogy ugyanek vannak tanulmányi a korabeli tömegkultúráról is, és hogy itt valójában a tömegkultúrának a képe, tehát hogy honnan tudhatták volna mondjuk olyan Budapestre betelepülők, most teljesen mindent, hogy honnan érkeztek, de honnan tudhatták volna, hogy hogyan néz ki Chicago, mármint az amerikai város, vagy hogyan néz ki, mint én Manhattan, nyilván nem nagyon tudhatták, hanem elsősorban különböző ilyen, amit ma tabloidnak szoktunk nevezni, tehát különböző képes magazinokról, fotókról, képeslapokról és egyéb és adott esetben mondjuk mozifilmekből érzékelték azt, hogy, hogy milyen egy nagyváros, vagy hogy néz ki egy nagyváros, vagy milyen atmoszférában van egy ilyen, egy ilyen valóban nagyvárosként érzékelt térnek, és mivel nagyon nagy népsűrűsége volt ennek a résznek, tehát az úgynevezett Chicago, tehát a, a budapesti Chicagónak nagyon magas volt a népsűrűsége, amivel ugye a keleti pályóra közelsége és a folyamatosan érkező vonatok, tehát a vidékről érkező vonatok, és a migráció, ezt a szót lehet ugye mondani. Tehát, hogy folyamatosan érkeztek Budapestre, és nyilván az egyik leg adekváltabb választás az az volt, hogy nem mentek túl messzire a keleti pályadvartól, hanem megpróbáltak a környékbeli utcákban találni maguknak valami szállást. És emiatt valóban, hogyha megnézzük, összehasonlítjuk akár a hatodik keret külső részével is, ahol szintén egyébként nagyon sokan laktak, de még annál is jóval magasabb volt az egyfőre, a, az egy hektára eső Népesség, és valószínűleg akkor ezzel kapcsolhatták össze, de mondom, ezek inkább csak sejtetések, amiket meg lehet próbálni különböző állításokkal alátámasztani, vagy egy körbebástyázni, de nem egy ilyen cáfolhatatlan érv, hogy valójában ugye, Chicago volt a, ez a nagyon gyorsan felnő város, a tényleg a szinte semmiből egy mocsaras területen kialakuló valami, ami létrehozza ennek a modern nagyvárosnak a képét, és hogy valószínűleg innen kerülhetett át, hogy ott tényleg ez a, a 19. század nagyvárosnak az egyik legizgalmasabb problémája, ez a mindenki idegen. Mindenki jött valahonnan, mindenki érkezett valahonnan. Alig-alig van ö, ö, bent, tehát olyan, aki Budapesten született és mondjuk ebben a negyedben lakott volna, hanem tényleg szinte mindenki érkezett valahonnan. Tehát ez az idegen vagyok, az idegeneknek érzés, ez mondjuk a, a nagyvárosnak ehhez az időszakához nagyon jól kapcsolódik. És itt láthatjuk azért érdekes, vagy azért lehetett érdekes talán ez, a hogy a méretcsalád például hogyan kerül ide, mert láthatjuk, hogy ők is betelepülők. Tehát a ilyen szempontból valóban a migránsoknak a célpontja volt egyébként a Chicago. Tehát azok, akik beköltöztek elsősorban az akkori Magyarország különböző területeiről, és, és mondjuk a keleti pályadban érkeztek, az egyik legadekvátabb hogy mondjam, tehát lakáskeresési célpont nyilvánvalóan ott a környékbeli utcák egyike volt. Meg valamennyire épület szerkezetet tekintve is, mert mondjuk a József városnak az ugyanebben a, a, a belváros, vagy a városközponttól ugyanebben a magasságban, vagy ugyanerre távolságra elhelyezkedő részeiben ennyire nagy házak, mármint hogy ennyi emeletes és ennyire eleve kislakásokra szétosztott házak nem voltak annyira jellemzők. Tehát ez tulajdonképpen az a fajta bérkaszárnyás környék, ami iszonyatosan gyorsan fel. Húzódott, ugye a keleti másik oldalán nem így néztek ki a házak, vagy nem pontosan így. Itt nagyobb valószínűséggel lehetett, sejtem én, ennek az ilyen írtózatosan magas lakbérekről ismerős időszaknak az idején keríteni valami szobát, vagy valamiféle lakást azoknak, akiknek nem nagyon volt pénze amúgy ennél decensebb szállásra. És, és aki kíváncsi az egykori bérlakás helyzetre, az egyrészt az Ádám István Pállal készített vagy folytatott beszélgetésünket is visszahallgathatja a házmesterek, budapesti házmesterek társadalom történetéről, illetve a Város Mindenkié csoport akciókutatásáról is volt egy beszélgetésünk, ezeket megtalálják a műsorblogján a professzorpaprika.tumblr.com-on ezekben nagyon sokat beszéltünk az akkori lak lakbérhelyzetről, úgyhogy nem tépem tovább a számat, hanem haladjunk tovább. Mi az a kétes egzisztencia? Ugye ezt így említettük, hogy a, hogy a a egy ilyen határterület, a, a, úgy szólván luxi villanegyed, meg az egyáltalán nem luxi, talán nem leprotelepként, de valamiféle de ilyen lepratelepként emlegetett József Fáros között, mondjuk így telekitérés környéke, egy ilyen furcsa átmeneti hely, amelyel kapcsolatban a kétes egzisztencia kifejezés gyakran szóba jön. Ez mit jelent? Hát ezt nagyjából úgy lehetne leírni, hogy, és ez kapcsolódik ahhoz, hogy, hogy miért Chicago, hogy tehát ez az, az újonnan létrejő nagyvárosról mindenki jön, nem, mindenki jön valahonnan, de senki nem ismer senkit, és senkinek nincsen, vagy szinte senkinek nincsen biztos megélhetése. Abban a, abban a kontextusban azért nagyon fontos az, hogy mi jelenik meg a lapokban például. Uh -huh. Tehát mi jelenik meg a tabloidokban, mi jelenik meg ezekben az olcsó filléres regényekben, mi jelenik meg a képeslapokon, és a többi. Na most a, tehát minden város van egy ilyen, tőke ma is egyébként, de hogy van egy ilyen, mondjuk így, hogy szimbolikus térképe, tehát hogy melyek azok a részek a városban, amit hagyományosan felértékelnek, amelyek drágábbak, amelyre többen vágynak oda, stb. stb. Ennek van egyébként, tehát ez ki lehet fejezni pénzben is, hogyha megnézzük a kerületenként a nézetméter árakat, a nézetméter árak tulajdonképpen visszaadják ezeket az előítéleteket. Nem biztos, hogy, vagy ez nem biztos, hogy rossz előítélet, de előítélet, mert hogy valami formája, tehát hogy miért a itt a Vigadó tér Budapesten a legdrágább, nem biztos, hogy bárki szeretne ott lakni, de ettől független az objektív tény, hogy és a Buda általában drágább, mint Pest, és a többi, és a többi. Szóval ezeket ismerjük, ezeket a sztereotípiákat. Na most itt, itt pontosan arról van szó, hogy a városi társadalom önmagáról is ad egy leírás. Tehát ha nem arról van csak szó, hogy van, egy, van a város terének egy ilyen administratív és objektív, objektíven megfogható, akár adatokba, különböző ilyen urbanisztikai leírásokba foglalható képe. Ilyen Ilyen is van természetesen, ez is nagyon fontos, de a városlakók nem ezt használják. A városlakóknak az igazodásához az nagyon fontos a, a városi térnek a használata az, hogy uh, itt tényleg csak arról van szó, hogy kinek kinek merre biztonságos hazamenni, amerre hazafelé megy, uh, vagy mennyire praktikus hazafelé menni. Vagy, vagy Mennyire érzi magát biztonságban, vagy, vagy mennyire ez nem érzi ugyanaz magát? Így van. Valójában ennyire. Igazából erre gondoltam, hogy mennyire érzi magát biztonságban, vagy mennyire praktikus, vagy hogyha bevásárolni akar, akkor nem biztos pont arra megy, mint hogyha célirányosan. Haza, és a többi, és a többi. Vagyis, hogy mindenkinek a fejében kialakul egy kép a városról, ezt ilyen ugye mentális kép, vagy mentális térképnek is szoktuk nevezni. Tehát az, ami, amit mondjuk, hogyha megpróbálna lerajzolni mondjuk az adott annak a negyednek, vagy annak a résznek a körülbelül képét, ahol lakik, akkor melyek azok a pontok, amelyeket kiemel. Tehát amik ilyen igazodási pontok, itt nyilván a tornyok, különböző középületek, jól ismert terek, és a többi. És, ezek mindig szerepelnek benne, és aztán utána azt lehet látni, hogy vannak ilyen kiemelt pontok, és aztán utána mint hogy nem lenne semmi. pedig nyilván ott is van a város, csak oda nem figyel oda. De hogyha mondjuk ott ott van egy. Hogy tegyük fel egy közért, ahova be akar menni, akkor a közért az biztos, hogy el fog kerülni a mentális térképre, még mondjuk másnak, aki tegyük fel, hogy bioboltba szeretne járni, most a mai kontextusban mondom, akkor az a közért az lehet, hogy kiesik, és egy szembe lévő, jóval drágább bioboltot fog rárajzolni a térképre. Tehát ilyen értem ezek a mentális térképek eltérnek egymástól, és, és valójában az, hogy a Chicago miért Chicago, és hogy a két, miért kétes egzisztenciák lakják, és miért kell oda félni bemenni, és miért veszélyes lemenni az utcára, vagy miért van az, mint Móricz Zsigmond regényében, hogy ha az ember kilép az utcára, akkor már jobb, mint otthon tehát, hogy igazából jobb az utcán lenni, mint a lakásban, mert a lakások azok nagyon szűkek, sötétek, soha nem süt be a nap, uh, nyilván nem jó a levegő, és a többi, és a és, és hogy akkor már jobb, ha az ember kilép. De mondjuk más regényekben pedig az hogy hát kilépni még veszélyesebb, mert hogy ezek a mackósok, meg kétes egzisztenciák, ezek ott uh, flangálnak az utcán, és főleg nőket nyilvánvalóan inkább fognak molesztálni, mint férfiakat, ne adj Isten még a pénzét is elveszik, stb. Vesz, veszik stb. Tehát a ezek kétes a kétes nagyon közvetlen olyan emberekre utal, szinte egy ilyen rendőrségi vagy ilyen bűnügyi kifejezésnek tűnik, amit egy 1908-as munkából idézel, akiről nem lehet pontosan tudni, hogy miből él. Így van pontosan. De hogy ez percepció, tehát nem tudjuk valójában, hogy kik vannak ott, vagy nem tudjuk, hogy kik azok, akikre gondol adott esetben mondjuk az idézett forrás, vagy hogy még egy újságíró, aki ezt leírja, az pontosan mire gondol, hanem inkább ezek benyomások. És ezeket a benyomásokat mindenféle ellenőrzés nélkül természetesen, mint mondjuk egy. Regénynek, vagy egy adott esetben még egy újságírónk sem konkrétan az a feladat, hogy ellenőrizze az összes állításának a hitelességét. Ezek bekerülnek a köztudatba, és ilyen szempontból nagyon fontos szerintem az írott sajtó, és nagyon fontos a tabloid, meg nagyon fontosak ezek a képek, meg egyébként a mozik által sugalt városkép, hogy mi az, amit gondolnak utána erről a negyedről, anélkül egyébként, hogy valószínűleg tehát tegyük fel mondjuk az akkori, mondjuk, mondjuk akkor ugye átlós útnak hívták, de mondjuk, a a mai új Budának a belső részéről, lehet, hogy soha nem tette be oda a lábát, mondjuk pontosan amiatt, mert hogy nem szívesen megy át mondjuk Pestnek olyan részére, amiről azt lehet hallani, hogy kétes egzisztenciák vannak benne, vagy ahol nem jó a közbiztonság. amikor és a költöztem kicsi gyerekkel, és akkor emberek megkérdezték, hogy nem félek -e hazamenni este, miközben hát ugye mondjuk a mai Damjani csúca az egy végtelenül nyugodt, egyébként ugye a buli negyed zaklatottságától is teljesen Igen. mentes, nagyon csendes hely, hát lakásban mondjuk egy foton se jött be, de legalább lehetett diavetíteni fényes nappal is, minket aztán nem zavart, és sajátos módon egyébként nagyon sok mármint, hogy feltűnően sok nyíregyházi, vagy arról a környékről elköltözött gyerekkori ismerősöm szerzett lakást azon a környéken, vagy költözött oda, és nagyon-nagyon sokan szóvá tették a keleti pályaudvart, ami nekem hmm. nem volt értelmezhető, hiszen hát az ember egy idő után már nem járhat haza hetente, hogy számítson a keleti pályaudvar közelsége, de valahogy volt ennek valamilyen furcsa ilyen vonzása, ami most itt megütött. Nagyon érdekes, mondhatok még ez valamit, hogy a ezt a, tehát a város történetnek ezt a része, hogy a városi tértársam történetet szoktam is tanítani, és akkor volt, pont a Csikágo volt a téma, akkor elmondtam nagyjából ezt mondjuk egy kicsit bővebben és részletesebben az órán, és akkor ott volt egy lány, akinek láttam, hogy így megy ki a vér az arcába, így folyamatosan, és azt hittem, hogy rosszul lesz szegény, amikor hogy de mondom, ez most nem a mostani állapotokról mondom, hanem ez mondjuk 1909-es forrás, amit idéztem, vagy a 10-20-as évek, hát mondjuk fantázia világát idéztem fel, mert mondta, hogy igen, de hogy tehát ez mondjuk szeptemberben, vagy szeptember közepén végén volt az egyetemen, vagyis, hogy néhány három hete költözött oda, egyébként pont ő is nyíregyházi volt, és akkor mondta, hogy most vettek ki lakást, a... és ő még soha nem hallotta, hogy ez egy ilyen rossz hírű könyv. Mondom, nem én mondom, hogy rossz hírű környek, hanem ezek majd száz évvel korábbi források, amelyek így festik le ezt a könyveket, de lám lám, hogy egyébként ezek milyen tartósak. Tehát valóban ezek az előítéletek, meg ezek a. Hát ezek részben igen előítéletek egyébként, de hogy ez, ez hozzátartozik -e ahhoz a csúnya szó szóval, a kollektív reprezentációhoz, amivel rendelkezünk a városról. Tehát akkor is hogy ismerjük a város területét, ha egyébként soha az életben nem jártunk arra, honnan tudjuk, hallottam. Hitelt adunk neki? Persze. Hát egy nagyon jó ismerő mondta. Tehát mindig, mindig, van egy, egy olyan forrás, aki mondta, hogy vele történt ott valami, holott egyébként a bűnügyi statisztikák ebből semmit nem igazoltak vissza, tehát ennek nem volt ilyen valós alapja, de mondom, ez az imagináció, ez a képzelet, ami felruházza az adott negyedet egyébként, vagy általában egyébként a nyolc kert mondjuk, ez, ez ugye nem az időszak, hanem később, de ugye a nyolcadik kerület és a nyolc mint olyan, az nem ugyanazt a területet jelenti, még akkor is, hogy a nyolc az része a nyolcadik kerületnek. Tehát, hogy ez is egy ilyen típusú imagináció, ami az rögtön mindenki, aki nem is Budapesten lakik, biztos, hogy tud valamit arról, hogy miért nyolc a nyolc ker. És ugyanez a Csikágóval is, hogy lehet, hogy soha nem jártod, de tudja, hogy ott kétes egzisztenciák vannak, hiszen olvasta az újságban, már pedig az sem és ez fordítva is van, én ezt emlékszem, amikor először jártam életemben a Rózsadomban, ami egyébként nem volt olyan nagyon régen, és akkor már nagyon hosszú ideje, tehát legalább 7-8 éve éltem Budapesten, és soha eszembe nem jutott. Tulajdonképpen nem is vagyok benne teljesen biztos, hogy meg tudtam volna mondani, hogy pontosan, hogy mi az a Rózsadom, de hogy mi az a kulturális jelentés, azzal nyilván kisgyerekkorom óta tisztában voltam, meg benne volt a dalokban, amiket a nagyapám énekelt, mint én, felmentem a Rózsadomra valahogy így véletlenül, és teljesen megdöbbentem, hogy ez egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy én ezt elképzeltem. Ezek ilyen utcák, meg házak, ráadásul nem is különösebben nagyon-nagyon szép házak így szükségszerűen, tehát valahogy ez a fajta ilyen képzeletbeli tér, vagy az a misztérium, amit, amit én elképzeltem, amit sokan mondjuk a Csikágóval asszociálnak más esetben, vagy mondjuk Józsefvárost elképzelik egy ilyen mérhetetlen lerohadt helyként, az tulajdonképpen utólag olvassuk bele azokba a képekbe, amiket látunk, és a, a városi sétáknek ez a, ez a mostani fellendülés, ez részben erről is szól, hogy ilyen vezetett séták során avatott szemek meg tudják mutatni, hogy hova nézzünk, hogy ne azt lássuk, amit eleve látni szeretnénk, vagy amit eleve keresünk a szemünkkel. Mondjuk a Józsefváros esetében ez igazán nagyon melbe tudja vágni az embert. A Csikegó esetében egyébként építészetileg olyan írtózatosan meglepő dolgot nem nagyon tudunk mutatni, mert hogy ez egy viszonylag egységes, és tényleg a, mondjuk a hetedik, hatodik, hetedik, nyolcadik kerület Hasonló kaliberű részeihez képest tulajdonképpen egy ilyen drabális környék, és nagyon funkcionális. Említetted Móri Zsigmondot és a regényt, amelyben arról értekezik egy építész, két hölgyel, hogy jobb, ha nem menne ki férfi társaság nélkül az utcára. Mesélj erről, van egy ilyen furcsa elbeszélési csavar. Igen, tehát itt ez egy kicsit másképp ragadja meg. Tehát itt az mondja, igen, tehát hogy arról van szó, hogy a, a regény világában az hiszem, hogy jobb, mint otthon, és hogy, hogy a, úgy indul a, a, regény, hogy egy két nő beszélget egymással egy lakásban, és akkor nagyjából ez a regény expozícióból megtudjuk azt, hogy, hogy börtönbe került a, az egyik nőnek a férje, becsapta egy ilyen spekulációval, és a többi, és a többi, de hogy valójában, legébként a ugye az derül hogy ő ártatlan volt, hanem a spekulánsok áldozata lett, és hát muszáj volt kiadni az egyik szobát, ami egyébként a korszakban egyáltalán volt ritkaság, és egy fiatal építész költözött be, és még a, a két nő párbeszédéből annyit tudhatunk meg, hogy ott a Hernád utca környékén vagyunk, és hogy ott a Hernád utcában nyitottak egy egy ilyen falatozó szerűséget, aminek az a neve, jobb, mint otthon, és akkor hát ez nyilván az adta a, 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 regény hangulatát is ez adja meg, és nagyjából az a, a lényege, hogy de hogy miért jobb, mint otthon, és akkor azért jobb, mint otthon, mint az előbb említettem már, hogy egyszerűen annyira szűkek, sötétek, túl ezek a bérkaszárnyák, mert ezek tényleg igazi bérkaszárnyák, hogyha az ember kilép az utcára, akkor már jobb, mint otthon. És akkor erre kontrázik rá emlékeim em szerint az építész, aki azt mondja, hogy igen, igen, de azért férfi társaság nélkül nem igazán e, 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 ildamos innen kilépni, mert hogy azért veszélyes az a környék. De hogy közben azért érdemes azt is megfigyelni, hogy hogyan fejlődik ez a negyed, tehát menjenek vele, és majd akkor ő be fogja mutatni igazából, hogy hogyan néz ki ez a város, és nyugodtan bízzák rá magukat, mert itt teljes biztonságban lesznek, hogy ott van. És egy... itt van egy ilyen narratív csavar, rá, állás, hogy ez a két nő, aki két, két kényszerül kiadni a szobát és beköltözni a cseléd szobába mert annyira nincsen pénzük, azok mi felajánlják ezt a szobát bérletre ennek az építésznek, aki a már ott lakókat, mint az építész, kiokosítja a környékről, ahol és laknak, férfi, és amiről nincsen és semmilyen tudásuk. És férfi és építész, igen. igen és tehát felajánlja van, óvó van, karját ezeknek van. a hölgyeknek, hogy aztán tudásra ruházza fel őket, de szigorúan csak kíséret mellett. Így van. Mások azt hiszem, ami ilyen izgalmas, hogy inkább maga a szóhasználat, ez a Havas Albertnak a Chicago című regény, amiben a, valahogy úgy van, hogy a Chicago felől hervadozó virágok, tehát hogy annyira benne van, hogy már csak hervadozni tudnak a virágok, tehát hogy még, a, még a növény, még a természet is megérzi azt, hogy milyen környéken kell élni. Szóval ez, ez a maga a szóhasználat, mondom, az nem izgalmas. Kicsit beszéljünk még ezekről az importált mitológiákról, amiből egy keveset már említettél, amikor a, az elnevezés eredetét firtattuk, vagy hát el, elmondtad, hogy tulajdonképpen nem lehet pontosan tudni, hogy miért pont hogy Chicago, van egy csomó legenda, de Akár miért is lett ez a neve, vagy akár mi is a pontos történet, vagy kiderül, vagy nem, azért ezzel az is együtt jár, ami egyébként ugye a magyar Populáris kultúrában nem egy ritka dolog, hogy ebben az, ebben az időszakban nagyon nagy jelentősége, meg nagyon nagy ereje volt ezeknek az Amerikából hirtelen, egyébként nagyon sajátos módon importált mitológiáknak, mint mondjuk az indián kultusz, a, nem is tudom, hogy később vagy előbb, ugye ez a Western regényekkel. A, maga ennek az ipari nagyvárosnak a saját maga szerencséjét megcsinált kisembernek a történetét, és ez majd az állításod szerint Mérei Ferencnek az életében is fontos lesz. Ez, ez hogy működik? Hogy kerül ide egy ilyen komplet legendárium egyik pillanatra, a másikra mondjuk a 20. század elején Budapestre? Hát a ponyvairodalom tulajdonképpen röviden a ponyvairodalom a kulcs, tehát az amit, amivel szerintem a magyar kutatók egy kicsit Alul, a magyar kutatók egy kicsit alábecsülték, vagy alulbecsülték a populáris kultúrának a súlyát. Tehát az, hogy mennyire hat a képzeletre az, hogy például hogyan beszélnek egy város teréről, vagy az, hogy az olcsó, például a krimik, azok mondjuk hogyan beszélnek a bűnnek és a nagyvárosnak a kapcsolatáról. Egyébként zárójelben emlékszem, hogy van a mérének egy olyan meghatározás, vagy a meghatározás, de inkább egy ilyen bombó, amikor azt mondja, hogy a nagyváros definíció szerint az, amiben jelen van a bűn. Tehát ami, amikor ott van a város terében, és érezhetően tapasztalható a mindenféle, a bűn összes kihívása jelen van a városi térben, az a nagyváros definíciója, ami egyébként van valami, de hát az is elég mit, mitikusan próbálja megfogni igazából a város terén. És akkor nagyjából ez, meg azt láthatjuk, hogy, hogy mondjuk, hogy lesz P. Howard, szóval, hogy ezek a nevek, hogy nem elég jó akkor, vagy nem elég nívós, vagy patinás mondjuk egy-egy ponyva, hogyha mondjuk magyar néven jelenik meg. Ez ugye egyáltalán nem csak a korszakra jellemző, nem később is nem egy ilyen példával találkozhatunk, hanem egy angol... Janu, hanem mondjuk Leslie L. Lawrence Így van, pontosan. Tehát azért mondom, mondom hogy ez nem, nem csak ennek a, a korszaknak a sajátossága, hanem ha igazi bűnregényt, vagy igazi um, kalandregényt, vagy bármit szeretnénk látni, akkor az inkább, hát vagy lefordítják, és úgy próbálják, vagy pedig egy magyar szerző, de inkább Amerikai angol hangzású névvel egy amerikai város terében legyen, vagy. Szóval ez a, ez a fajta képzeletvilág nagyon Amerikához kapcsolódott, és önnom, hogy nem lehet közvetlenül igazolni, hogy innen vették, vagy így került rá ez a Chicago név, de azért több, mint valószínű, hogy ezekből a ponyvákból, meg színes magazinokból került át tulajdonképpen a város. a, a, a Chicago. Így hogy tulajdonképpen a tudomány az valamelyest, vagy méltatlanul most bánt a ponyva irodalommal, mint forrással, ami, ami, szerintem úgy néz ki, mintha valami irodalomtudományi eredetű úgy szólván előítéletesség lenne, vagy megkülönböztetés lenne, mert hogy az irodalomtudomány az azzal szándékozott foglalkozni hosszú időn keresztül, ami emelkedett művészet, és ugye ez egy nagyon, nagyon hosszan húzódó és mára inkább oldódni látszó vagy hát a mi disziplinánkban, mondjuk a médiatudományban oldódni látszó én különbségtétel a valós művészet és az ilyen alja termékek között, amire mondjuk egyébként nagyon jó példa az, ahogyan most az amerikai filmirodalomban, irodalomban újra felmerülnek ilyen sajátos nevek, akiket az irodalomtudomány hosszan mellőzött, Mondjuk Raymond Chandler, a Pont a krimi szerző, akinek annyi parafrázisát önti most magából az amerikai tévé-dráma irodalom, amit soha korábban nem láttunk, és nagy ambíciója van embereknek ezeket újraírni, de van itt még valami, említetted, hogy a történet tudomány nem szeret pszichologizálni, na az meg pont az irodalomtudományban van fordítva, mert az irodalomtudomány meg nagyon szeret a gyerekkorral kapcsolatban pszichologizálni, hogy Petőfi Sándor született édesanyja, sütötte neki a nem tudom milyen kenyeret, ott meg ugye az a mondás, hogy az irodalomtudomány hosszú időn keresztül úgy viselkedett, mint a rendőrség, a büntet helyszínén, hogy kiszállt és minden lehetséges bizonyítékot lefoglalt, Akár volt jelentősége, akár nem. Miért válik ennyire ketté ebben a történet-tudományi metodológia, meg az irodalomtudományi, tudományi Hát sokszor inkább megszokás, vagy nekem megszokásnak tűnő hozzáállás. Miért van az, hogy az irodalmárok pszichologizálnak, meg gyerekkoroznak, a történészek meg nem? Hát pszichologizálni, pszichologizálnak azért a történészek is, tehát akkor nem pontosan fogalmaztam, amit inkább arról van szó, amit a Lackó Mihály, aki ezzel a pszichohistóriával elég sokat foglalkozott, azt mondja, hogy ez egy úgynevezett naív pszichologizálás, tehát hogy valójában nem értünk hozzá, vagy nem értenek hozzá, akik ezt mondják, és akkor mondjuk hát bizonyos értelemben közhelyekre próbálják rákenni, tehát hogy miért bukott meg, azért mert verték. Jó, valószínűleg van összefüggés a kettő között, de azért ez nyilvánvalóan mindenki érzi, hogy nem ilyen egyszerű. És, ich hatte ich és ezek a, ugye a lélektani tények, azok nem olyan tények, amelyeket nagyon világosan meg lehet fogni. Ezek ugye elbeszélésekbe jönnek elő, itt ráadásul a mérei esetében az álommunkáról van szó, aminek ugyan kidolgozott egy módszertanát, de hát azt sem mondhatnánk, hogy az álomelemzés az egy nagyon jól megfogható és tudományos módszer. Még akkor is, ha mondom, hogy minden mondom, kidolgozott egy ilyen módszertant arra, sőt, maga az álmokat sem úgy, hogy akkor, hogy nagyon sokan szetebb csináljuk, hogy valami érdekeset támadnak, akkor felébrednek, és akkor mondjuk ezt most Jegyezni, és amíg eljutnak az első kávéig, addig elfelejtik a legalábbis velem mindig ezt az álmukat, hanem itt az volt, hogy ő például a börtönben felébresztette magát, pontosan amiatt, hogy minél kis, vagy kevesebb időt teljen el az álom megtörtént és a lejegyzés között, és ott lefirkált a, gyorsan a, az álom legfontosabb mozzanatait, és akkor mondjuk, amikor valóban felébredt, meg volt egy kis ideje, mert hát ez, a börtönben nem erről szólt, hogy ugye írogatott a de hogyha mi volt szabad ideje, akkor ezekre a különböző fecnikre, meg, WC papírokra, lopott szeruzával azért felírta a nagyjából ezeket az álmokat, és akkor arra később ugye kidolgozott egy ilyen repertoárt, amiből ezt elemezni. Most itt, amikor már látjuk, hogy van egy elég nagy, semlégszapatos a hány álom volt, ha mm, jól 130-140 álom, az mondjuk már egy korpusz, az a lehet mit csinálni, azt már lehet valahogyan szisztematizálni, lehet valamilyen rendszert keresni benne, lehet motivumokat észrevenni, és ebből az egész ilyen implikált tudásból ö, saját maga számára, és mondom, ö, nagyon meglepő módon ugye az jött ki, hogy mennyire fontos neki ö, ez a, ez a vidék, de az elsősorban nem az egész Csikágóval foglalkozott ő, megmondom, nem is használta ezt a nevet, hanem a Tököli út, a keleti pályaudvar, a, a Városligeti tó és a Városliget sarkán az úgynevezett fásköröm, mondom már nincsen meg, de az a korabeli gyerekek számára az egy -e nagyon fontos helyszín volt, egy ilyen játszótérről, köműző ilyen gyermekbandák is, már most a szónak a jó értelmében, tehát ilyen gyermekcsoportosulások is voltak, tehát de nagyjából ezek voltak azok a részek, amelyek, amelyek lelkileg, vagy a, a lelki életéből fakadóan, tehát a lelki és a gyermekkornak az összefüggéséből fontosnak tűntek, ahol van kapcsolat, de mondjuk

az egyik nagybátyja, azt hogy hogy az István utcában lakott, az István utca például soha nem kerül elő. Tehát lehet hogy, lehet, hogy közeli rokonok, és lehet, hogy nagyon közel laknak egymáshoz, az nem jelenti azt feltétlenül, hogy ez a, ennek az érzelmi súlya, vagy az a kapcsolat, amit, amit mondjuk az egy érzelmi, az intenzitásának nevezünk, az például megjelenik egy ilyen álomban. Az is lehet, hogy azért nem jelenik meg, mert nem volt intenzív kapcsolatuk, rokonok voltak, és nagyon közel laktak egymáshoz, az nem jelenti azt, hogy összejárnak. Vagy, tehát a rokonság az én értelemben egy formális kapcsolat, és nem egy ilyen intenzív átélt kapcsolat, és engem az érdekelt, hogy ezek az intenzív átélt kapcsolatok hogyan rajzolják ki ezt a teret, és ott, ott mondom, más dolog jött ki, és aztán ő maga is így összefoglalja valahogy, hogy hogy igazából tehát a, a tököli út, akkor ott a keleti pályázat környéke, a városligeti és a fáskör, amit mondtam, illetve a, a, a körút. Tehát ott nagyjából ugye a mai Blahalújzatér környékére kell gondolni, de hogy közte egy nincs semmi, és ezt ő maga úgy írja le, hogy ha, amikor ezeket így felraktam egy térképre, már nem csak a gyerekkorból, hanem a későbbi időszakból is. Felraktam a térképre, akkor Budapest a egy óriási sivatag hét darab oázissal. Vagyis, hogy ahol lakott, annak a környéke az emlékekkel, élményekkel, kapcsolatokkal, nagyon erősen, tehát jelentésekkel nagyon sűrűn ellátott területek, és az összes közötte lévő dolg, mint hogyha nem lenne semmi. Pedig nyilván át kellett rajta haladnia, arra kellett mennie, de semmilyen élmény, semmilyen emlék, tehát ő számára az nem volt igazából, tehát az mentális térképen ezek jelentéktelen, lényegtelen helyek voltak, és ugye ez nem csak egy-egy ember szempontjából nagyon fontos, hanem a, a város történetben ugye van egy ilyen és már elég régóta, hogy nagyon uh, tudatosan foglalkoznak a városi térrel, mint konstrukcióval, vagyis hogy a városi tér az nem egyszerűen uh, egy fizikailag leírható tér, az is természetesen, de elsősorban a különböző kapcsolatoknak a lehetséges találkozásoknak, kapcsolatoknak, viszonyoknak az összessége. És hogy nyilvánvalóan mondjuk egy piacon sokkal több ilyen viszony van, mint mondjuk egy um, nem tudom, mondjuk egy um, mondjuk a mai Rákóczi úton, ahol gyakorlatilag nem lehet beszélgetni egymással, mert olyan zaj van állandóan. Tehát nagyon fontos a városi tér szempontjából, hogy, egy kicsit persze befolyás, nem kicsit, hanem elég jelentősen befolyás, hogy hogyan van eltervezve, hogy hogyan hozzák létre fizikai körülmények között azt a teret, és aztán utána természetesen ez befolyásolja az, hogy mondjuk a mai Rákóczi nem szívesen sétál valószínűleg senki, pláne a gyerekével, de mondjuk, ha ez nem így nézett volna ki, vagy hogyha mondjuk a belvárosban látunk olyan tereket, amelyhol lezárják az adott utcát, most nem a Rákóczi út hanem kisebb utcákat, akkor látható módon kinyit egy, -egy bolt, lesz kell annak lesz terasza, akkor már szívesebben járnak arra az emberek, vagyis hogy a kettő között van egy összefüggés, tehát a város persze lehet tervezni, de mindig figyelembe kell venni azt is, hogy emberek élnek benne, és hogy az emberek hogyan tudják majd használni ezeket a tereket. És hogyha ezt egy picit Ö, hogy mondja, anticipálja az, aki tervezi a várost, vagyis nem úgy csinálja, mint régen a lakótelepeken, mint hogyha az emberek ilyen ö, 90 fokos szögben közlekednének, <laughs> hanem úgyis le, le fogják csapni ezt, és nem érdemes így járdát építeni, mert senki nem fog arra menni, vagy ha nem, a úristen arra megy, akkor meg érdemes egy ilyen, ö, tehát érdemes lekerekíteni úgy. azt a sarkot, igen, hogy ö, mert hogy lehet látni az, hogy ahol kikopik a fű, arra járnak az emberek, és ö, hát ki másé a város, és ki a város tere, hogyha nem azért ökékük benne laknak. Ezt egyébként egyúttal én üzenném Tarlós Istvánnak, mert Zsolt itt nem politizál, mert nagyon rendes gyerek, de szerintem ez egy egész szép hát kilép, lehet. még, igen, még halkan megjegyzem, hogy egyébként engem érzelmileg a legtöbb szál Csikágóban a piroskös láger vendéglőhöz köt, annak is egészen konkrétan a csodálatos freskójához, mert három zenész legendát ábrázol Elvis Presley-t, Freddie Mercury-t, és Máté Pétert. Wow. Akik nagyon sajátos univerzumon kerültek egymás mellé, egy ilyen nagyon, nagyon, sajátos freskó igen, ábrázolásban. Ér, mindenkinek, igen, igen, mindenkinek szeretettel ajánlom, illetve azt is nagyon szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy 29-én, azaz csütörtökön jöjjenek el szépen, hát nem a Csikágóba, hanem a belső hetedik kerületbe, az Eres 9 színházba, ahol elindítom végre köztársasági elnöki kampányomat a következő stand-up comedy előadásom keretében. Ezt is belinkeljük a műsor honlapjára a professzor Paprika ra úgyhogy jöjjenek a Nímandra, mert különben ott egyedül fogom skandálni a saját nevemet, és ez nagyon kínos lesz, és ezt nem akarhatják nekem, tényleg ez borzasztó lenne. Egyúttal nagyon köszönöm K. Horváth Zsoltnak, hogy eljött és megosztotta velünk mindezt a végtelen tudást a Chicago kultúrtörténetéről. Most csak viccelek, én nekem ez fontos volt, úgyhogy köszönöm szépen Zsolt, önöknek pedig köszönöm. jó étvágyat kívánunk az idei utolsó böjtös vasárnapi ebédhez. Viszont halásra. Professzor Paprika és a bonyolult dolgok Szórakoztató társadalomtudomány Paprika Kingával és brit tudósokkal Kal. Kal. Kal.